1944. június 30-a fekete napként vonult be Dombóvár történelmébe. Szerencsétlenség a szerencsétlenségben, hogy a bombákat eredetileg nem a tolnai településre tervezték ledobni. Erre emlékeztek most a helyiek. Lengyelországba, a sziléziai bányákba kívántak menni a szövetséges gépek bombázni, de mert az időjárás ezt nem tette lehetővé, nem akarták elvesztegetni a tölteteket, és úgy döntöttek a vezetőik, hogy elszórják a Dél-Dunántúl vasúti célpontjaira. Így Újdombóváron is 75 tonnányi bombát szórtak el, és ez nagyon váratlanul érte a városrészt. A tragédiának 12 halálos áldozata volt, azonban a bombázás sokakat közvetlenül is érintett, hiszen többen hajléktalanok is lettek. Mindig azért fontos emlékezni a múltra, hogy figyelmeztessük a jövőt, hogy ne legyen ilyen többet. Nem azt látom, hogy rengeteget változott az emberiség hozzáállása a béke kérdéséhez, de úgy gondolom, hogy a megemlékezések valamennyire mindig felhívják a figyelmet arra, hogy a szörnyűségeket nem kell megismételni. A városrész lakóinak többsége akkoriban vasutas volt, a helyi vasutas telep pedig éppen 1944-ben volt 25 éves. Akkoriban, meg még nagyon sok évtizeden keresztül a vasút volt a fő megélhetési forrás, arról nem is beszélve, hogy valamennyire azért Dombóvárt jól bekapcsolta az ország gazdasági áramlásába, hogy ez egy ilyen vasúti központ volt. Az újdombóvári Nagyboldogasszony templom falán egy emléktábla tiszteleg a város világháborús hősi halottai előtt.